Több mint 350 vendég érkezett március 12-én délután a Gyönki Általános Iskola tornatermébe, hogy közösen ünnepeljék a Grüne Wiese német nemzetiségi tánccsoport fennállásának 40. évfordulóját. Also meine Geschichte in dieser Gruppe ist lange. Ich habe früher selber getanzt, dann war ich einmal die Betreuerin für die Kindertanzgruppe und die Jugendtanzgruppe leite ich seit 2014. Die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, weil manche gestern bei der Hauptprobe noch nicht dabei waren und heute erschienen sind, aber alle sind herzlich willkommen. Ich schätze so um 70 Personen oder etwas mehr. Das sind 10 Generationen Tanzgruppe, also nicht so Menschengenerationen, sondern Tanzgruppengenerationen. Hatalmas ováció fogadta az együttes utánpótlás csoportjainak, jelenlegi és korábbi táncosainak bevonulását, majd sváb divatbemutató keretében idézték fel az elmúlt 4 évtized legsikeresebb koreográfiáit. Also 40 Jahre, das heißt, hier kennen uns alle schon in unserer Stadt. Also ich wollte jetzt was Neues machen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich eine Art Modeschau mache mit den Trachten, die wir in diesen 40 Jahren getragen haben. Mal sehen, wie das ankommt beim Publikum. Natürlich gibt es Festreden, wir haben Ehrengäste und die schönen alten Tänze. Kindertanzgruppe und auch ein Geburtstagsgruß und ja, beim Geburtstag ist auch ein Geschenk dabei, also kunterbunt. Ünnepi köszöntőt mondott Krémer György, a Tolna megyei Német Önkormányzatok Szövetségének titkára, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Szekszárdi regionális irodájának vezetője, és Szaka Gyula, Gyönkváros polgármestere. A szülők 4 gyönyörű születésnapi tortát sütöttek, és természetesen az ajándékok sem maradtak el. Hauptsächlich Deutsch, aber unsere Gründerin, die war in Bartina damals, und ja, ein Lieblingsstück von ihr sind Mädchentänze. Und wenn die Gruppe nach Deutschland fährt, in unsere Partnerstadt, dann ist es auch gewünscht, dass wir was Ungarisches zeigen. A tánccsoport alapítója, Strejer Györgyné, Stejc Ildikót virággal, egy minden táncos által aláírt emléklappal és szűnni nem akaró tagsal köszöntötték. 40 évvel ezelőtt, hisz 40 éves jubileumot ülünk ma, így van, annak idején a Csepülapu Gondyola települések közötti versenyen szerepelt Gyönki iskola is, és ugye ennek a tánccsoportnak az egyik tagja voltam én is. 40 évvel ezelőtt hihetetlen, hogy elszállt ez a 40 év. Pont most beszélgettünk a régi csapattársaink, vagy csoporttársainkkal, hogy pontosan hányan is voltunk, lehet, hogy tévedni fogok, de minimum 10 pár volt, ez biztos, de lehet, hogy többen is voltunk. Sajnos most már annyian nem tudtuk, vagy nem jöttek el. Igen, bemutatjuk azt a bizonyos In der Grüne Wiese című számot, amivel annak idején a Csepülapu Gondyolában debütáltunk. Müller Andor vagyok, feleségem Nedves Noémi. És mi óvodáskorunk óta táncolunk. Hát azért szeretjük a táncot, mert egy nagyon jó csoport összetartó, rengeteg barátot szereztünk ez alatt, hát nem is tudom, 20 éve táncoltunk, vagy 20 évet táncoltunk körülbelül, és most így ezekre a jubileumokra összejövünk, és újra együtt van a banda. És ez egy nagyon nagy öröm. És itt a kis utánpótlás is, reméljük, hogy ő is Mimike, igen, és reméljük, hogy akkor is lesz még tánccsoport, és fönnmarad ez a hagyomány. Ez szerintük egy nagyon szép hagyomány. Az ünneplés bállal folytatódott, a jó hangulatról a Vagabond zenekar gondoskodott.